egészségmegőrző programok, csoportos torna, szűrővizsgálatok. Ilyen és hasonló programok is igénybe vehetők ingyenesen Debrecen városkártyával. A Mozdulj Debrecen mozgalom programjain keresztül minden korosztály számára van lehetőség az egészségmegőrzésre. A szűrővizsgálatok fontosságáról és a debreceniek egészségi állapotáról is beszélgetünk ma este Papp Csabával, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet igazgatójával. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mennyire figyelnek oda magukra a debreceniek? Hát én azt mondom, hogy átlagos. Magyarországon sajnos az megelőzés, illetve a magunkra való figyelést nem tanítjuk meg időben. Ez valahol a mi hibánk, az orvosok hibája, vagy az egészségügy hibája, amit itt Debrecenben próbálunk az iskola programunkon keresztül a fiatalokba kicsit elültetni, hogy megszokni azt, hogy figyelnünk kell az egészségünkre. Van egy réteg, egy olyan 2%-a a városnak, akik mindenféle programra, mindenféle szűrőprogramra nagyon szívesen reagálnak. Már erős kampánnyal ezt fel lehet vinni akár 20%-ra is, de 20% fölé már szűrésre csak törvényileg lehet rávenni a lakosokat, sajnos ezek a tapasztalatok. Milyen szűrési vizsgálatok elérhetőek jelenleg a Delphiben? Az alapellátási intézményben két nagy csoporttal foglalkozunk, ugye a fiatalkorúak, illetve az iskoláskorúaknak a vizsgálatával. Itt 14 ezer vizsgálatot végeztünk a tavalyi folyamán. Ez indikátor években a másodikos, negyedikes, hatodikos, nyolcadikos, tizedikes, tizenkettedikes tanulókat fogadjuk. És minden alkalommal készül nekik egy nagyon komplex vizsgálat, amiben csak Debrecenben történik EKG vizsgálat, egy nagyon komplex hallás vizsgálat. És ezeket az eredményeket mi közöljük a szülőkkel egy záró jelentés formájában. Itt tanácsot is adunk, javaslatot is adunk, hogyha azt tapasztaljuk, hogy probléma van, tartás problémák, vagy gerincfeldülés akár, tehát komolyabb problémákra is fel tudjuk hívni a figyelmet, de persze ilyenkor derül ki, hogy találtunk-e, vagy van-e az EKG alapján eltérés, és ezeket mi nem csak diagnosztizáljuk, hanem azonnal küldjük a szakellátásba időponttal, tehát a gyerek keze nincs elengedve, és a szülő keze sincs elengedve, és nagyon büszke vagyok rá, hogy eddig több mint 17 olyan gyereket találtunk a városba, akinek nagyon komoly szívritmus zavara volt. Ezek a gyerekek túl vannak a műtéten, és jól vannak, biztonságban vannak. Ez a legnagyobb nyugalom számunkra. Ez egy plusz költség a város számára. A Mozdulj Debrecen iskola és összprogramaira több mint 200 millió forintos összeget költ a város, de ha csak ezt nézem, ezt az oldalát már megérte. A szűrővizsgálatok kapcsán ugye nem csak a diákok, hanem a felnőttek is igénybe vehetik. Hogy vizsgázik ebben a Delphi? Mennyire keresik fel az emberek? Egyrészt elérni az embereket hol tudjuk, hogy világos legyen a kedves nézőnek, mi az egészségügyben, vagy népegészségügyben szintereknek nevezzük a gyerekeket, az iskolába találjuk meg. A gyerekprogramoknak az iskolai szintér az, ami rendesre megfelelő. Az idős korosztályt, azt mindenképpen vagy televízión keresztül, médián keresztül, a klubjaikon keresztül tudjuk megtalálni, ez az idős korú szintér. A dolgozókat pedig a foglalkozás egészségügyön keresztül. Ott is az alapellátási intézményünknek van egy 24 ezer főt ellátó foglalkozás egészségügyi ága is, és ott tudunk tanácsot adni, segíteni és felajánlani ezeket a programokat, illetve számítunk a házi orvosokra is, akik már egyre nagyobb számban jelzik a pácienseiknek, hogy itt van a mozgási lehetőség, immáron 18 helyszínen vagyunk jelen, és tudunk segíteni. Mozgásterápiával, gyógyterápiával, a gyerekeknek is, akár gyógyterápiával, akár fejlesztési programokkal. Tehát nagyon sok színű és nagyon sok teren tudunk dolgozni. Viszont ellátni a felnőtt korakat a Szent Anna utcai belvárosi központunkban hoztuk létre a helyszínt. Itt van lehetőség minden nap, az év minden napján megfelkeresni a munkaidőbe, tehát hétfőtől péntekig a központunkat, és itt van szükség a városkártyára, mivel itt egy komoly összeggel támogatja a város ezeket a szűrőprogramokat, itt tudjuk ellátni és elvégezni a szűréseket. Mik ezek a szűrések? Általános egészségfelmérő szűrés, amit mindenhol szoktak, akárhol vannak ilyen, hallunk ilyen szűrőprogramokról, koleszterin, vércukor, súlytestsúly, egy vérnyomásmérés. Ezek az általános szűrőprogramok. Itt nálunk ez ki van egészítve, hogy egy olyan test összetétel, zsírösszetétel felmérő eszközzel, ami több milliós eszköz,
amivel megállapítjuk, tehát a test összetételt, dietetikussal van lehetőség találkozni ezt követően, és megbeszélni az esetleges terápiát. Mert a Szent Annának és minden megelőző programnak akkor van értelme, hogyha találunk elváltozást, azonnal tudunk is segíteni. És nagyon büszke vagyok rá, hogy az elmúlt egy évben, hisz szeptember 28-án leszünk egyévesek a Szent Anna utcán, több mint 2400 lakos tisztelt meg minket látogatásával, és vesz részt ezekben a szűrő, speciális szűrőprogramokban. Vannak még különleges részeink, a férfiaknak folyamatosan biztosítjuk a PSA szűrést, ez új begyvérből történik, tehát nem kell rendes vénás vérvétel, nem fájdalmas, minimális fájdalommal jár, népszerű is, több mint 1000 férfi vett már részt ebbe a szűrési programban, és 5%-os a találási arány, találati arány, tehát 5%-uk köszönheti ennek a szűrőprogramnak azt, hogy megtaláltuk, és hamarabb került így kezelésre az elmúlt időbe, illetve vannak speciális vizsgálataink is, mint a vércukorszint 3 hónapi mérése, vagy most lesz bevezetve a Debrecen Egyetem Klinikai Központjának a Belgyógyászati Intézetével együttműködve a gluténérzékenység teszt, és még emellett több olyan vérvizsgálat, azokhoz már vérvétellel fog járni, ahol ilyen általános szűrési labor mintákat tudunk venni, és ezek 20-30 ilyen vérvételre lesz lehetőség napi szinten, talán októberben el tudjuk indítani ezt a programunkat, ennyire komplex ez a rendszer. Szakemberként mit tanácsolna, mi az a minimum, amit az ember az egészségért meg kell, hogy tegyen? Nagyon szép szó, ez, szemantikailag ez a mi születéskor megkapjuk az Istentől ezt az ajándékot, ezt a, ha úgy tetszik, egy telített bankkártyát, amit költünk. Ez az egészségünk, így is hívjuk, és egyben ijesztő is, mert ezt fértjük, nagyon-nagyon tartunk tőle, hogy elveszítjük, de nem teszünk érte. Pont ettől a félelemtől nem keressük fel a szakoros, nem keressük fel a szakembert, mert talán tartunk a pozitív diagnózistól. Ez tartja vissza a populáció nagy részét. Ezért is mondtam, hogy 20%-ig el tudunk menni a sajtó segítségével, nagy reklámmal, de 20% fölött igenis szabályozni kell, le kell rögzíteni és kötelezni kell a részvételt ezekre a programokra, mert nem fogunk elmenni. És említette ugye, hogy a diákok között szűrést végeztek, ez, ha jól tudom, már most is megtörtént, lassan majd lehet tudni az eredményekről valamit. Előjáróban bármi információt tudunk-e már, tapasztalható-e javulás? A nagyszámok törvénye nagyon kevés mozgásteret szokott biztosítani ezen a területen, viszont nagy különbség volt a COVID alatti eredmények és a COVID utáni eltelt egy évben. Tehát hál' Istennek azok a problémák, azok a tartási, rossz tartás, gerincferdülés, a többi problémakör, ami 72%-ot ért el, rettenetes arányú volt a COVID alatt, az 58%-ra mérséklődött. Most ennek az arány a további csökkenést fog mutatni, most számolják a kollégák, most tart a felmérés, de további csökkenést mutat. Természetesen itt bevezettük a diákoknak a Mozdulj Debrecen iskola programot, ahol a 5 alkalmas tornaórán kívül biztosítottunk egészségfejlesztési mozgásokat 2 alkalommal 47 helyszínen. Tehát ennek is pozitív eredményekkel majd lassan jelentkezzen. Tehát ezek azok, amiket tudok előre vetíteni, illetve most is találtunk ilyen nagyon súlyos beteget, ilyen nagyon súlyos szív problémával küzdő gyermeket, és tehát természetesen az EKG eredményeket is a szülőkkel közöltük, illetve a hallásvizsgálatnál is történtek olyan diagnosztizálások, amiket azonnali beavatkozásokat igényeltek, ezek is megtörténtek, de erről részletesebben, amikor már lezárul a program, és konkrét statisztikai adatot tudok, akkor tudok beszámolni. És ha már Mozdulj Debrecen, a diákok élnek a lehetőséggel, hiszen muszáj nekik, ma mondhatjuk így, a felnőttek mennyiben élnek továbbra is ezzel? A diákok is önkéntesen jelentkeznek, és 1500 a részvétel a programon, egy héten belül 1500 diák vesz részt ezekbe a 2 alkalmas programokba. A felnőtteknél ez az arány, most elértük a 120 000-es, 4180 programot szerveztünk eddig, és ezen a 4180 programon több mint 120 000 ember
vett részt, ami egy hatalmas szám, én úgy gondolom. A helyszíneket, mi 4 helyszínnel indultunk Mozdony-Debrecen belső helyszíneket említve, de kültérivel is, és ezt a beltéri helyszíneket 18-ra kellett emeljük, és mindegyik teltházzal működik az év nagy részén, sőt, most nyáron is, bár az iskolák bezártak, hisz takarítani kellett, 8 helyszín átmenetileg szünetelt, de most is teltházzal működött, annak ellenére, hogy 40 fok volt, tematikus sétákat vezettem továbbra is, és 35 fokban is 50-60-an sétáltunk, kitartóak, ez olyan, mint egy mint maga a sport, mikor az embert megragadja, elkapja, elkezd rendszeresen járni, akkor egy nagyon jó dolog. Egy dolgot kell tenni, és ez van a vezérmottónkba, mozdulj. El kell indulni. Ha már elindultunk, onnantól tudunk segíteni. Enélkül viszont a napi fél órás séta nélkül, és a megfelelő folyadékbevitel, és a magunkra figyelés nélkül bajba kerülünk nagyon könnyen. Ez egy nagyon jó végszó volt szerintem a beszélgetés kapcsán. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velem, Kató úr. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Eddig tartott ma az Esti Közelkép. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!